Üdvözlöm Önöket! Mai adásunkban két új dokumentumfilmről beszélgetünk majd. Szó lesz a Most vagy Soha című nagyjátékfilmnek a VFX technikájáról, és természetesen közeleg az Oscar díjátadó a magyar vonatkozásról, erről is beszélünk majd. Tartsanak velünk, ez a Svenk, én pedig Zavaros Eszter vagyok. A márciusi ifjak története nem csak hangulatában forradalmi, hanem technikájában is. A Most vagy Soha több mint 500 VFX technikát alkalmaz. Erről mesélt nekünk a filmnek a VFX szakértője, Benyó Zoltán. Digitális trükköket felügyeltem a filmben, egészen az előkészülettől kezdve a befejezésig, beleértve a grafikai terveket és a végleges leforgatott anyag legyártását, összerakását és befényelését. Tudod, hogy mit veszíthetünk? Tudom, hogy mit nyerhetünk. Mi a kisfiúk szabadon beszélhessen magyarul, az anyanyelvén. Az osztrákok egyesével vadásszák majd le a barátait. Ti sosem álmodtok. A munka nagyságát azt talán az idő tudja legjobban szemléltetni. Előkészületre számolhatunk legalább egy 6 hónapot, utána jött maga a forgatási idő, ami megint egy jó pár hónapban összegezhető, és utána jött egy közel 8-9 hónapos trükkutó munkaidőszak, ami ennek az egész felvett anyagnak a digitális trükkbe történő összedolgozását jelentette. Az időt tekintve volt itt egy olyan kihívás, de ezt szerintem megértette mindenki elég hamar, hogy az előkészületnek itt egy nagyon nagy szerepe volt, és erre egy háromszor, négyszer annyi időt kellett hagyni, mint amennyit egy magyar film esetében megszokhattunk. A film maga a cselekmény az egy nap alatt történik. Egy nap alatt történő cselekményt rögzítettünk heteken, hónapokon keresztül. Ez magában hordozza azt a kérdést, hogy hogyan fogjuk megoldani, hogy a fényviszony az mindig egységes legyen, és ne azt éljük meg a film során, hogy egyikében süt a nap, másikban esik, harmadikban. Szóval ez egy ilyen egyszerű dolognak gondolni ezen, de nem annyira, mert hogyha stúdióban vagyunk bent, akkor fogjuk és a lámpákat felkapcsoljuk, meg lekapcsoljuk. Itt ezt nem tudtuk megtenni. Ebből adódóan az egész díszletet le kellett fednünk Daruk segítségével, amik azt a folyamatos fényviszonyt tudták nekünk biztosítani, hogyha kellett, akkor heteken keresztül tudtunk forgatni egy helyszínen. Igen ám, de hogy lehet lefedni egy ekkora díszletet külsőben daruk segítségével, árnyékoló lapok segítségével úgy, hogy ezeket lerögzítjük a földre. Igen, csak hova rögzítjük a földre? Sajnos a díszlet belső olyan helyére történtek a rögzítések, amik felvételre kerültek. És azt láttuk ezekben a képekben, hogy minden egyes felvételben a háttérben drótok futnak fel le, és különböző biztonságot megteremtő eszközök tartják ezeket az árnyékolókat, amiket a film teljes utómunkája alatt ezekben a jelenetekben ki kellett szednünk. A másik érdekes dolog, ami nagy kihívás volt, a filmben van egy olyan jelenet, ahol egy tömeg egy dunai hídon kell át, ami nem létező híd, ez egy régi úszóhíd, aminek a forgatásra megépített szed darabja, az egy 30 méter hosszú hídszakasz volt, és ebből a hídszakaszból kellett építeni egy olyan hidat, ami tulajdonképpen az egész Dunát átfogja, és a tömeget látjuk rajta, hogy átmegy. Például ez is egy ilyen fontos dolog, ez, amit megemlítenek. A városban hirdetjük ki a pontokat, és át Budára! Aláíratjuk velük. Kisfiunk lesz. Tudod, hogy mit veszíthetünk? Tudom, hogy mit nyerhetünk, hogy a kisfiúk szabadon beszélhessen az anyanyelven. A filmben például van egy nagyon fontos, a film szempontjából egy momentum, ami történelmileg is így volt, hogy a városban végig sár volt mindenhol. És
nagyon kevés helyen volt kövezett felület, és nekünk a filmben ennek fontos szerepe van, fontos szerepet adunk, és például ennek a sárnak a létrehozása, amiben utólag is digitálisan belenyúltunk, azaz több helyre raktunk utólag sárnak ható felületet, vagy olyan effektet, ami mondjuk a sárnak a felcsapódását, vagy a koszolását a ruhákon létrehozta, például koszoltunk ruhákat utólag, mondjuk digitálisan. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Ha csak megmozdulnak, lövünk! Néhány tucat diák forradalmat játszik. Nem hagyom, hogy ezek a suhancok a feje tetejére állítsák a várost. Hallja őt! És ez még csak a kezdet! Hamarosan itt az Oscar-díjátadó, és idén is izgulhatunk magyar filmes szakemberért. Mihalek Zsuzsa a Szegény párák berendezőjeként kapott Oscar jelölést. Magyarország egyébként a Kojót négy lelkét nevezte a legjobb nemzetközi filmek kategóriájában, és bár nem jutott be az első 10-be, mégis ez az alkotás rengeteg díjat bezsebelt az elmúlt időszakban. Mi a Kojót négy lelke társrendezőjével beszélgettünk egyébként arról, hogy mit is csinál egy rendező egy animációs filmben. Amit ma elmondok nektek, a teremtés meséje lesz. A film jóra felkerül ez a film, most, amit készítettünk, a Kojót négy lelke. Gauder Áron rendezte, Bereményi Gézával ketten írták a forgatókönyvet. Ez egy indián teremtés történet, ami elég sajátságos szemszögből mutatja be azt a teremtést, amit Áronék elképzeltek. Én az animációs rendező voltam, és hogy miért van szükség egy animációs rendezőre, egy animációs filmbe, ahol animációs az a rendező is, aki a főrendező. Hát azért, mert az Áron, a Gauder Áron, akinek rendeznie kellett ezt a filmet, ő neki rengeteg dolga volt amellett, hogy a storyboardot megrajzolta, azután, hogy az írott forgatókönyvet megírták ketten a Bereményi Gézával. A háttereket ő festette a legnagyobb részben, a kompozitot nagy részben ő rakta össze, tehát a nyersanyagból összeállított végleges képkockákat. A színészeknek az instruálása volt az ő feladata, a zenéknek a megszerzése, illetve kiválasztása. Én tartottam a kapcsolatot az animátorokkal, a rajzolókkal, tehát azzal a közel 120 fő stábbal, akivel csináltuk a filmet. Hát nekem az igazi kihívás kezdetben az volt, hogy egyáltalán én Áron stílusába tudok-e rajzolni. Neki van egy nagyon erős, felismerhető stílusa a rajz és festészet tekintetében, hogy ezt egyrészt én tudom-e hozni, hogy az neki is jó legyen, és aztán a stáb tagjaiból ezt ki tudjuk-e hozni együtt, hogy ne legyenek különbségek a stílusok között, ahogy rajzolnak, festenek, animálnak az alkotók. Talán ez volt így a legnagyobb kezdeti nehézség. Nagypapa, vége van? Dehogy van vége. Right! Egyikünk sem élhet a másik nélkül. Mi lehet olyan fontos, hogy egymás vérét ontjátok? Minden alkotó nagyon szerette csinálni, és ez látszik is a filmen. Tehát valahogy az a 3-3,5 év, amit így együtt eltöltöttünk ebben a munkában, egytől egyig szinte kizárólag mindenki, elmondhatom, hogy élvezte, szerette, nagyon jó visszajelzések voltak. A Covid időszak alatt csináltuk, amikor igazából majdnem home office-ba dolgozott mindenki, és mégis tudtunk Zoom értekezleteket tartani, mégis tudtunk azért stábtalálkozókat tartani, és akkor mindenki örömmel találkozott a többiekkel. Ez egy megfoghatatlan számomra, hogy mi lehet a legnagyobb értéke
Hát talán a legnagyobb érték, amikor elkészül egy film, kijövünk a moziból, és ismeretlenül, ha hallgatózom, hogy beszélnek-e a filmről, akkor gondolatokat ébreszt az emberekben. Ez a kör nem törhet meg. A Nemzeti Filmintézet inkubátor programjának a segítségével jön létre a Mélypontérzés, egy egész estés dokumentumfilm, ami három szerfüggőnek a felépülését mutatja be. Mi most a rendezővel beszélgettünk. Amilyen cuccokat most megkaptok, azokra figyeljetek egész nap, jó? Ellenük lehet állítani? Akkor húzd fel magadon teljesen. 10 éve foglalkozunk dokumentumfilm készítéssel. Én és a gyerekkori barátom Száki Adrián, ő a filmnek, a új filmnek a producere is. A film címe Mélypontérzés, ami nem egy szokványos cím. Itt igazából a mélyponton van a hangsúly. A film története a függőséget próbálja feldolgozni, de egy kicsit más perspektívából. Szerintem sok ember ismeri, hogy amikor eljön az embernek egy mélypontja, hogy a mélypont után ugye két út van, igazából ugye fel lehet állni, vagy pedig ugye az ember ott marad. A mélypont utáni rész egy nagyon izgalmas periódus szerintem mindenkinek, hiszen az arra ösztönöz minket, hogy megváltoztassuk az életüket. A mélypont érzés szó is ebből jön, hogy eljön az az érzés az embernek, amikor változást akar elérni az életébe. A filmünk is igazából ezt a témát dolgozza fel. Két fiatal szerfüggőt követtünk másfél éven keresztül a Megálló Alapítvány intézményében, ahol lekövettük a mindennapjaikat, ahogy megküzdenek a józanság nehézségével, illetve az, hogy kicsit mélyebbre mennek, és a családi kapcsolataikat, ezeknek a problémának a gyökereit próbálják kutatni. Ez a szilveszter. Ne felejtsd el, hogy olyan, mint az élet. Ebből a témából készültek már hasonló filmek, az addikció, meg a függőség az nem egy idegen téma a filmkészítésben, viszont a miénk az annyival másabb, hogy mi arra a Megálló Intézmény egy olyan új terápiát is alkalmaz, ami a sziklamászásra épül. És a sziklamászásnak az a szerepe itt, hogy van egy ilyen sok terápia, ahol az ember sok mindenfélével találkozik érzésekkel ott a fal alatt, ugye a félelem, a bizonytalanság és a felelősségvállalásnak az érzése. Szóval, hogy az még különlegesebb ebbe a sztoriban, hogy ez a két főszereplő másfélen keresztül egyre jobban elmélyedt a sziklamászásban, és az első botlásoktól kezdve a végső nagymászásig követtük az ő életútjukat. Hát nem volt egyszerű a forgatás. Igazából mielőtt elkezdtük az egész filmet, az volt a megállapodás, hogy én egy hónapig körülbelül bejártam ebbe az intézménybe kamera nélkül, hogy egyrészt, hogy asszimilálódjak, és megértsem azt, hogy ez igazából mik a tétek ott. Úgy forgathattam a Megállóban, hogy én is részt vettem a csoportokban. Tehát én is beültem a körbe, nekem is meg kellett osztanom, csak az volt a különbség, hogy nekem volt egy kamera is a kezemben. Az elsődleges szándékunk a filmmel az volt, hogy egy kicsit más perspektívából mutassuk meg a függőséget. Az egyik az volt, hogy szerintem a függőket mi úgy asszociáljuk, hogy az utcán kilóg a tű, és nem, szóval, hogy ez a kép az így él bennünk, meg láttuk a Trainspottingot, hogy el tudjuk képzelni, hogy a Toxicomát például, ami nem olyan régen jött ki, de hogy minket egy kicsit inkább az érdekelt, hogy az a függőség, ami mondjuk láthatatlan. És nem mondanád meg azt, hogy egy függővel van dolg. Mert igazából, hogyha végigmegyünk az utcán, nem tudjuk, hogy hány ember küzd függőséggel, és ez egy olyan érdekes aspektusa volt. De hogy a film így elkészült, én azt gondolom, hogy kevésbé szól ez maga a szerfüggőségről, mint egy ilyen egy útkeresésről az életben. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan tudunk, vagy én legalábbis én tudok ezzel asszociálódni, hogy az ember mikor elveszettnek érzi magát, mikor eljön egy olyan pontra az életébe, egy olyan választópontra, ahol el kell dönteni, melyik irányba megy, és én azt gondolom, hogy ez a film erről a kérdésről szól. Azért ijedek meg, mert ebben a kiüresedett állapotban nem tudom, hogy ki vagyok. Úristen, ki vagyok én, és megijedek. Nincsen benne kérdője, bassza meg. Ezért ülünk ezen a kurva csoporton. Ki vagyok én? Mi a faszom, én nem tudom elfogadni magam. Miért cuccozok? Miért plüssmackóval járok? Miért nem vagyok hajlandó beszélni, hogyha kettővel több ember van? És sorolhatnám. Tehát ennél nagyobb kérdést mondjatok már.
A filmes utómunkában kiemelt fontosságú szerepe van a vágóknak. Most egy ilyen filmes szakembert mutatunk be, akinek a beceneve Pamacs. Ő dolgozik Pignicki Réka a legújabb dokumentumfilmjén, ami a Kaláka zenekarról szól. Egész estés dokumentumfilm, ami egy kicsit rendhagyó, viszont nagyon izgalmas dokumentumfilm, hiszen nem klasszikusan a Kaláka történetét dolgozza föl, ami önmagában is elég izgalmas, hogy a zenekar miért tud együtt maradni több mint 55 évig, és koncertezik a mai napig, hanem klasszikusan, hogy mi van mögötte, és az emberek. Azok az emberek, akik az együttest alkotják, azoknak az embereknek a lelke, az élete, őket megérteni, hogy mit éreznek ebben az egészben küldetésnek, miért szeretik ezt csinálni, hogyan vannak együtt. Egyszerű a művészet, mégis felkavar, kicsiből a gigászit, mondjuk ki amar. Világot kell csinálni, erre tanítson várik, osztati adar. Abból az életszemléletből, ahogy végigkísérjük őket egy dél-amerikai túrán, és ahogy szeretnek élni, és ahogy ezt az életszeretetet tovább tudják adni a közönségnek, abban azért eléggé példamutató dologról beszélünk. Élvezhető hosszúságú részletek vannak nagyon sok dalból, és ezek a dalok mindig kapcsolódnak az adott történéshez. Tehát úgy van fölépítve a film, hogy alapvetően van egy fő történeti vonal, ami egy dél-amerikai túra, és ebben a dél-amerikai turnéban vannak flashbackek, amik akár 50 éves flashbackek, archív felvételek segítségével, akár néhány hónapos flashbackek, és ezáltal értjük meg a dél-amerikai turné motivációját, és az ott történő események, azt kell, hogy mondjam, hogy elég szórakoztató filmé varázsolják. Tehát klasszikusan véve én azt is gondolom, hogy dokumentumfilm, de abból a szempontból egy modern dokumentumfilm, hogy történetet mesél, egy központi történetre van fölfűzve az egész film. Az a történet izgalmas és szórakoztató, és mellette vannak nagyon érzelmes kitekintések és történések. A filmen lehet sírni, lehet nevetni, lehet a főhőseinkkel menni, tehát ebből a szempontból sokkal inkább film, mint sem egyszerűen csak dokumentumfilm. És én a tanítványomnak szoktam idézni egy Kányádi Sándor mondatot, amikor is azt mondta az öreg, hogy írni mindenki tud, de hogy kihúzza a saját sorait, arra nagyon kevés ember képes. És nálunk az első 6 órás verzió, vagy 6,5 órás verzióból, hogy melyik ujjamat vágjam meg, az azért nehéz volt. 340 órányi anyag volt összesen a filmhez, forgatott a Larhival, ami rendelkezésünkre állt, tehát egy lényegesen átlátható mennyiség, bár ki hogy éli meg ezt a nyersanyag mennyiséget, viszont itt minden jó, tehát főleg az archívok tekintetében bármelyik, tehát úgy faltam az archívokat, miközben keresgéltük meg, szelektáltuk, de hát nem lehet benne minden. És ahhoz, hogy ez a néző ne úgy álljon föl a végén, hogy hú, hát jó volt, de azért jó hosszú, hanem úgy álljon föl, hogy basszus, már vége. Ez volt a Schwenk. Jövő héten a Most vagy Soha című nagyjátékfilmnek a premierjéről jelentkezünk. Beszámolunk az első reakciókról, és természetesen elhozzuk jövő héten is a legfontosabb, legizgalmasabb magyar filmes kulisszatitkokat. Akkor is tartsanak velünk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!